Akkor bemutatom a LuXun Parkot nektek. Már benn vagyunk a parkban, egész jó idő van ma is. Nem látszik a leheletem sem. Itt látszik az emberek tornagyakorlatokat végeznek. Ezt egész reggeltől estig. Akár trikóban, akár nagy kabátban. Persze a fákon már nincsen sok levél. Ez a videó körülbelül olyan 10 perces lesz talán. Most meg tollasoznak, látjátok? Na majd lesz egy tollaspálya, és azt jobban látjátok. Na, akkor elindulok. Azt, hogy így a fejem mellett viszem ezt a kamerát, szerintem nem lehet olyan meglepő, hiszen mindenki csinál valami furcsaságot ebben a parkban. Vagyis hát nekem furcsaságot, ugye. Nyugatról jött ember, azt mondom, amit akar. Csak tartson ki az elem, amíg fölveszem ezt. Tegnap el voltam bulizni. Két helyre is elmentünk, de nem is költöttünk sokat. Szerencsére találtunk olyan helyeket, ahol nincs is belépődíj. Na, olyan hányan néznek a kamerába majd? Ebben a kis parkban egyébként sok macska van. Kutyát keveset látni az utcán is, de macska az itt előfordul. Itt a bokrokban lakoznak. Mennyi is az idő? Most olyan 2 óra lehet délután. Délben keltem fel. Ez itt egy elzárt része a parknak, azért nagy kerítés, ide fizetni kell, hogyha be akarunk menni. Talán még találkozunk iskolatársammal is majd. Egy laovály, vagyis egy külföldivel. Na most jön majd az a park rész. Ott már látjátok talán a tollasozókat. 2 percnél vagyunk. Ja igen, ez még itt nagyon jól szokott lenni. Az emberek így összegyűlnek, főleg férfiak, és aztán nézik, hogy kártyáznak 4-5-en. Megnézzük mi is. Négy kőasztalnál itt összeülnek, és naphosszat kártyáznak. Mint meg a tollaslabda, nagyon másképp csinálják, mint mi, de legalább szórakoznak. Na tovább. Tegnap ettünk, igen, de tegnap előtt ettem pingpongütőket, most a gyimával akkor tegnap már játszottunk is. Egész jó egy szinten vagyunk. Nagyon élveztem a játékot. Amíg hallatszik a hangom, akkor elének nem addig. Nagymama egyik kedvenc magyar nótája volt, hogy kék ne felejts, kék ne felejts, virágzik a tópartján. És itt vagyunk a tóparton. Itt is lehet csónakázni. Szoktak békászni, meg horgászni is talán. Egyik iskolatársam már még úszott is itt a tóban, pedig nem olyan tiszta. Hát, mint egy tatai tó körülbelül. Persze kisebb. És tömeg. Szombat délután 2-kor tömeg. Ma itt még a kalligráfia van, és egy takarékost ilyen vízzel csinálja. Aztán itt már kezd elhalványulni. Híd. Ha nem látnátok. Itt is mi is folyik. A népek összegyűlnek nézni, hogy mi történik. Egyébként, ha egy baleset van az utcán, akkor is oda megy egy csomó ember és megnézi, mi történik, és ott áldogálnak jó ideig. Na, itt lesz egy kis tisztás, ettől jobbra pedig a stadion. Mindjárt látjátok.
Vanni? Jó, sokan elférnek benne, de hát ezt már láttátok. Na és, na ezt még nem is láttam, itt most egy fodrászat, hogy történik. Biztos mesterfodrászok. Ha már hallanatok el ezt a hangzavart, jönnek a karókisok. Már hideg volt tegnap például, de most itt egészítik jelleg az idő. És egymástól olyan 20-25 méterre felállítanak ilyen hangszórókat, meg monitorokat, és arra éneklik fel a kínai dalokat, kínai népszerű dalokat. És így élvezi. El vannak vele. Engem inkább zavar, hogy ilyen közel vannak egymáshoz, hát nem lehet koncentrálni egyikre. Normálisan. Na talán már a hangomat sem halljátok majd. Itt meg táncolnak, na hát még ilyet sem láttam. Ebben a barban. Már számomra is izgalmasabb, mint hogyha az éneküket hallgatni csak.